Sziasztok, Kömke vagyok. Szokás szerint úton, ez egy mono podcast adás lesz. Az elriasztás kedvéért mondom, hogy ma 7 órát leszek úton, holnap 6-ot, holnap után megint 7-et, úgyhogy elárasztalak titeket podcastekkel. Aki nem ismerni a formátumot, magamban beszélgetek, a forgalom zaja, a Waze-nek a dumái beleszűrődhetnek. Köszönöm. Valamint ha részben debilnek tűnök, az betudható annak, hogy elsősorban a forgalomra kell figyelnem. A mostani témánk az a nyílászárók lennének, mert nagyon sok tévhit van ezekkel kapcsolatban, és párat szeretnék tisztába tenni. Nagyon-nagyon sokszor hallom azt, hogy hát műanyag ablakot semmiképpen, mert az akkor bezárjuk a párát és egyebek, penészedni fogunk. Már régebben is, de a mai ablakok feltétlenül, teljesen mindegy, hogy műanyag vagy fa, mindegyik légtömör. És az esetleges bepenészedést az nem az ablaknak az anyaga okozza, hanem maga a légtömörség megléte. Azaz, hogy nem tud szellőzni az ott lévő pára ezeknél a hőhidaknál. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy ebből a szempontból, hogy műanyag vagy fa ablakaink vannak, kicsit érzelmi döntés kérdése. Azt azért tudni kell, hogy még a viszonylag prémium fa ablakokat is, főleg ha esetleg déli irányba néznek, hát azt azért 10-15 évente át kell csiszolni, át kell festeni. Ha meg egy gagyibb ablakot nézünk, amit te megkapsz naturba, és te festegeted otthon beépítés előtt vagy után, azokat meg számoljál úgy nyugodtan 8-10 évente meg kell ejteni, akármivel csinálod. Egyszerűen a felületkezelésük az ilyen, nem lehet tartósra megcsinálni. És viszont oszlassunk el akkor egy másik tévhitet, a műanyag ablakokkal kapcsolatban nincsenek már műanyag ablakok, amik besárgulnak az UV-ra. Ez a 2000-es évek elején volt forgalomban. Aki szokta hallgatni a podcast adásaimat a házszemlékről, ott előfordul, hogy mondom, hogy besárgultak. Aki most YouTube-on nézi, vagy hallgatja a podcastet, látja, hogy berakok képeket ilyen besárguló ablakokról. De ez már hosszú évek óta nincsen. Még a leggagyibb ablakok sem sárgulnak be az UV-től. Ez egy akkori gyártás technológiai probléma volt. Arról, hogy milyen toktoldók szükségesek, hová milyen toktoldók, párkányfogadó, meg egyebek. Erre van egy viszonylag jó cikkem képekkel, egyebekkel illusztrálva. Azt érdemes átolvasni, átnézni, akit mélyebben érint a téma. A lényeg az, hogyha egy régi házba rakunk be nyílászárót, szinte lehetetlen hőhidmentesen beépíteni, ha nem rakunk körbe toktoldókat, vagy beforduló káva hőszigetelést, tehát ezt az XPS, ezt a színes XPS-t, amit látni szoktatok esetleg. Ha már 2 centi be van rakva az XPS-ből, az már nagyon-nagyon sokat segít. De például, ha van egy betontömb, tipikus a régi Kádár kocka, vagy 90-es években épült épület, ahol egy betontömb van gyakorlatilag az ablak fölött áthidalónak, abba az irányba illik 5-8 centit berakni ebből az XPS-ből, ugyanis az hőhídmentesíti. Az, hogy hová helyezzük a nyílászárót, külső falsikra, középre, belső falsikra, milyen pozícióba, ennek megvannak a különböző okai. Minél, ha külső falsikba rakjuk a nyílászárót, az a leghőhídmentesebb, és ott lehet a legjobban a hőhídmentesítést megoldani, viszont azt tudni kell, hogy egy redőny egy ablakra, az 16 centit kilóg a síkból, azaz, ha ezt vakoltra szeretnénk, és nem egy látszó dobozosra, akkor több mint 16 centi hőszigetést kellene felrakni a falra. Nagyobb ablak esetén ez egyébként 18 centi, meg ha még van esetleg nem fix szúnyoghálónk, aminek szintén van egy sina, az még plusz 2 centi, úgyhogy ez tud problémát okozni. Én ezért szoktam mondani, hogy ezt érdemes szakemberre bízni, és nem az ablakosra, hanem egy szakember, aki ért hozzá, sajnos egyenként
végig kell számozni az ablakokat, és minden egyes ablaknál megnézni egyedileg, hogy hogyan lehet hőhídmentesíteni, hogyan lehet megoldani. Mert egyáltalán nem exakt, hogy ide ezt rakunk, oda azt rakunk, és készen van az egész. Két fontos dolog még. Az egyik az az, hogy általában a konyhapultok azok 90 centi magasak, ezért én a konyhába azt szoktam javasolni, hogy a parapet magasságunk belülről, párkány magasságnak is hívják, az 100 cm-re legyen. Ugyanis ha 90 cm van a pultunk, és 100 cm kezdődik az ablak, akkor a kettő között van egy 10 cm, ahol a konyhapultra lehet egy vízvetőt végig rakni, magyarul nem folyik be a trutyi az ablak alatt a párkánynál a falra, ez az egyik. Ha azonos magasságban van a konyhapult és az ablak párkány, akkor viszont nem lesz elég a 60 centi széles bútorlap, hanem oda 90-esből vagy 100-asból kell kialakítani, vagy öntött konyhapult esetén úgy kell beönteni, hogy ez folytonos legyen ez az egész, megbonyolítja a dolgokat. A másik, amit nagyon-nagyon sok helyen látok még most is elkövetni, és ezt általában egyébként az építész kollégák szokták, hogy 120 cm széles ablakot egy szárnyúba raknak be. Nem szabad. Normális ablakgyártó nem is gyárt le 100 cm-nél széles egyszárnyú kialakítást, mert egyszerűen a vasalat a három rétegű üvegezésnek a súlyát nem bírja el hosszú távon. Folyamatosan állítgatni kell, állandóan vissza kell járni garanciába. Természetesen a gagyi ablakgyártók ezekkel nem foglalkoznak, őket aztán hívogathatod, hogy leszállt az ablak szárny, akad az ablak, videómon látszik, hogy miről van szó, ez egy vadonatúj háznak az ablaka, ahogy látszódik, még vakolat sincsen, és berakták ezt a 120-as ablakot, ami a nulladik perctől akad. Természetesen a kivitelező egyből elkezdett hápogni, hogy jaj, hát még nincs beállítva az ablak. Nem, egyszer beállítják, utána nem fognak vele foglalkozni. Én azt szoktam javasolni egy 20-as ablaknál, hogy vagy szűkítsük le, ha a bevilágító felület engedi, magyarul nem kell nagyobb, vagy szűkítsük le 100 centi szélesre, és akkor oké az egyszárnyú, vagy ha esetleg még nincsen berakva az áthidaló, vagy könnyen megoldható, akkor viszont szélesítsük ki 150-esre, és akkor lehet kétszárnyú az ablak. Egy 20-asban azért nem jó a kétszárnyú ablak, mert nagyon sokat elvesz az üvegfelületből a középső osztás. Akkor már jobban járunk az 1 méter széles egyszárnyúval is, mint a kétszárnyú 120-assal. Sokszor találkozom azzal az igénnyel, hogy ó, elég csak bukóra az ablak. Nincs igazi árkülönbség, ha egy ablak bukó vagy bukó nyíló. Tehát ezen spórolni nem igazán fogtok. Ha egy ablak fix, ez körülbelül 30%-kal kerül kevesebbe, mint a bukó nyíló, azaz érdemes megfontolni, hogy esetleg bizonyos ablakokat fixé tenni, viszont, amire itt sokan nem gondolnak, hogy ezeket az ablakokat, ezeket takarítani is kell, magát az üvegfelületet, és ha egy ablak fix, akkor csak kívülről tudod, azaz egy tetőtéri oronfalba vagy emeleti ablakba, ha nincsen mellette közvetlenül ablak, akkor nem rakunk fix ablakot, mert lehetetlen takarítani. Nem fogunk alpinistát hívni vagy felállványozni az épületet azért, hogy pár havonta le lehessen pucolni az ablak üveget. A magyar piacon is rendkívül sok gagyi gyártmány van. Én már ránézésre meg tudom mondani, hogy ezek milyenek. Nagyon sok esetben Lengyelországból hozzák be a kész ablakokat, amik így előre gyártva ott vannak 90x150-esbe, 120x150-esbe, ezekben a szabvány méretekben. Viszonylag olcsóbban be tudják szerezni a vállalkozók, behozzák, a könyves pedig beépíti. Ez a létező legrosszabb. Abba gondoljatok bele, ha cserélsz ablakot, akkor mondjuk 50%-kal drágában már kapsz egy prémium márkát, amit ablakos garanciát vállal beépítés egyebek. Ez súlyos milliók, igen, viszont onnantól kezdve 20-25 évre le van a gondod az ablakról. Ha beépítesz egy gagyit, azt most megmondom neked, hogy 10-12 év múlva már problémái lesznek vele, használhatósági problémái lesznek vele. Mondjuk azt, hogy 15 év múlva eldurran az agyad, és ki kell cserélni. Na most egy nyílászáró csere az azzal jár, hogy vagy kívülről cseszed szét a homlokzatodat, és vagy belülről is a kávákat. Ha redőnyöd van, bakolató redőnytök ott meg ilyesmit, akkor szinte garantált, hogy kívülről is szét fogod cseszni a színezést. Az meg már nagyon nem vicces, amikor újra is kell színezni 15 év múlva
az esetleges vadi új homlokzatodat azért, mert spóroltál mondjuk egy másfél millió forintot az ablakokon, és bevállaltad a gagyit. Nem mondok márkaneveket, lehet tudni, hogy melyikek azok. Ami még fontos így a profilválasztással kapcsolatban, maga a márkával kapcsolatban, hogy bizonyos gyártmányok teljesen más kinézetet adnak. Van egy olyan nagyon jó márka, aminek rettenetesen szélesek a profiljai. Ha szemből nézed az ablakot, úgy szélesek. Azaz, míg egy másik profilnál, mondjuk az ablak keretet körbe, az mondjuk 8 centi, itt 12 centis. És volt olyan ügyfelem, aki kiválasztotta a nyílászárót, ezt a szélesebbet, nem volt bemutatóteremben, nem nézte meg. Hosszú keskeny ablakokat terveztem be neki a házba, amikor a 60 centi széles nyílászárók, vagy 60 centi magasak, mert ott volt állítva is, meg fektetve is, a elvesz 12-12 centit a rendkívül széles profil, meg még a nyithatóság miatt még a szárny is, hát nem örült neki egyáltalán. És semmi baj nincs ezzel a fajta profillal, mert például én is ezt építettem be saját magamnak, ettől az ablak gyártótól, de én tudtam, hogy miről van szó. És ezt mindig elmondom, ha tervezésem zajlik, felújtester vagy engedélyester, teljesen mindegy, mindig elmondom, el kell menni és meg kell nézni személyesen. Mert nem mindenkinek tetszik az, hogy az egyik az lekerekített, a másik az szögletes, modern kinézetű profilú, stb. Stb. Ez az egyik. A másik, hogy nagyon sokan szeretnek színezett, fóliázott ablakot műanyagból. Ez körülbelül olyan 30-35% felárat jelent, úgyhogy nem muszáj, hogy fehér legyen, lehet gyönyörű színeket választani. És ez nem olyan fólia, ami egyszerűen lejön róla és lehúzható róla. Igen, ha hozzábaszol egy téglát, akkor igen, megsérül a fólia. Tehát nem anyagában, nem mindig anyagában színezett az ablak. Vannak alapszínek, amik anyagában színezettek jó pár ablakgyártónál, antracit, a fehér értelemszerűen van, amelyiknél sötétbarna is, ezek a legjobbak. De amikor te kérsz egy aranytölgyet, vagy diót, vagy hasonlót, az fólia lesz rajta. Jó pár évvel ezelőtt, legalább már van 10 éve, volt egy építkezésen vadonatúj családi ház, megterveztem, kijártam tervező, művezetni egyebek, megcsináltuk a konszignációs kiírást, és a vállalkozónak az ablakos adta a legkedvezőbb árajánlatot, sötétbarna műanyag nyílászárók, és a hátsó udvar felé én beterveztem egy 240x2 méteres fix üvegezésű ablakot a földszintre, hogy a kertre tök jól rá lehessen látni. Képzeljétek el, hogy szólt rá következő évben a tulajdonos, hogy menjek már ki, mert problémák vannak, és nem tud dülőre ütni az ablakossal, ugyanis az ablak bumeránként meghajlott beépítve. Déli napsütés miatt a tok rendkívül felmelegedett, a tokban lévő merevítő vasmag szak volt, és ráadásul a nagy mérete miatt ez szépen befeszült, és tényleg az volt, hogy a középső felfogatási pont az megmaradt, alul fölül pedig elkezdett kifelé kihajolni az ablak, és ténylegesen bumeránként meghajlott az egész. Úgyhogy nagyon fontos acélmerevítő vasmagnak is a minősége, anyaga értelemszerűen. Ez is egy alsó kategóriás ablak volt. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az összes többi nyilázáróval egyébként a mai napig nincsen probléma. De az a lényeg, hogy egy alsó kategóriás nyilázárónál ne várjátok el azt, hogy a ilyen egyedi, tehát nagyobb méretű nyílászárók, ezek megfelelőek lesznek. Tudok olyan nagyon profi ablakgyártót, aki rohadt jó minőségben dolgozik, már 2009-ben is rakattam be vele ablakokat, a mai napig egyébként küldök hozzá ügyfeleket, és ő 30 éve a piacon van, ugyanazzal a céggel elérhető, de nála megvannak a sarokpontok. Ő nem fog berakni egy 240x2 méteres fix üvegezésű ablakot egy szárnyuba, mert tudja, hogy nem lehet megcsinálni. Illetve meg lehet csinálni, csak akkor másfajta üvegezés lesz benne, pont a merevség és egyebek miatt meg erősített vasmagot raknak bele, stb. Stb. Míg egy gagyi ablakgyártó neked simán le fogja gyártani, berakja és leszarja az egészet. Én már tervezés során szoktam mondani, amikor kérnek tőlem ilyen extrém méretű ablakokat, hogy akkor úgy számoljunk, hogy ennek azért lesz extrém felára, és ha nem akarod azt,
hogy az egyik ablakod így nézzen ki, tehát ilyen profilú legyen, a másik meg olyan profilú legyen, akkor az összeset a minőségiből kell megcsinálni, és ezzel az árral is kell számolni. De ha már üvegezés, két vagy három rétegű. Manapság azért a két rétegű üvegezés az már rendkívül elavultnak számít. Ez olyan, mintha most vennél egy ladát. Ha van módod tesztelni, és kint mondjuk van mínusz 5 fok, bent meg fűtve van, rakd oda a kezedet az üvegfelületre, a két rétegű üvegezésnél hideget érzel a tenyereddel, míg a három rétegű üvegezésnél langyos az üvegfelület. Nagyon-nagyon más a komfortja. Képzeld el, ha van mögötted egy erkély ajtó vagy nagyobb üvegfelület a kanapén, és a két rétegű üvegezésnek van ez a hideg húzása, kellemetlen hőkomfortot ad. Míg a három rétegű üvegezésnél ez nincs így. De ha már üvegezés, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hideg peremes vagy meleg peremes. Ez a perem, ez az ablak üvegek közötti távtartót jelenti. Hideg peremesnek hívjuk azt, ami aluból van, fémből. Ránézel, látszott egy ezüstös fémcsikot, az akkor hideg peremes. Meleg peremes, kérheted, az általában már műanyagból van, ott kérheted színben, szürkébe, sötét barnába, feketébe, több fajta van. Ez megint azért nagyon fontos, főleg új házaknál egyébként, mindig el szoktam mondani egy új építésű háznál, hogy abban még 2-3 év kifűteni a szerkezeti technológiai vizeket, és addig bizony egyrésztről magasabb fűtési számlával kell számolni, mint ami majd utána beállva lesz, mert egyszerűen a párát ki kell fűteni a szerkezetekből, és azt a párát viszont ki kell szellőztetni, ebből adódik a fűtési többlet. Másik pedig az, hogy egy hidegperemes nyílászáró esetén, pláne egyébként, ha egy kicsit is hőhidasan van beépítve, ki fog csapódni az ablaküveg alján a pára. Szépen gyöngyözni fog az ablak egy ilyen 2-3 centis sávban, aki YouTube-on nézi, az látja a fotókon, miről beszélek, de egyébként ezt szerintem szinte mindenki tapasztalta már. Ez olyan extrém is lehet, ez a pára kicsapódás, hogy egyszerűen a párkányon folyhat a víz. És mondom, ez egy új építésű háznál természetes. Ha nincsen szellőztetőrendszer, vagy nincs folyamatosan szellőztetve, akkor sajnos valahol a leghidegebb pontján a háznak kicsapódik a pára, és ha hidegperemes nyílászáróid vannak, akkor nagy valószínűséggel egyébként ez lesz az. A melegperemesnél nagyon ritkán fordul elő ez a dolog, mert egyszerűen nem hűl le az ablaknak az alja széle körbe annyira. Viszont a melegperemességnél meg az szokott előfordulni, hogy főleg a sötét barnánál és a feketénél, hogy behullámosodik távtartó az üvegek között, rendkívül ronda lesz, meg hát értelemszerűen itt megkérdőjeleződik akkor már az üvegnek a gáztöltöttség megléte, illetve légtömörsége is. Nem is márka függő, hanem típus függő. Ezért egyébként, aki kivitelező, az már tudja is, hogyha ő valami lengyel szart akar beépíteni, akkor nem melegperemest hoz haza, mert azzal ilyen szempontból probléma lesz, hanem hazahozza a hidegperemes távtartóst. Jó pár esetben találkozom azzal az igénnyel, hogy ilyen amerikai stílusú tolóablakot szeretnének, főleg a konyhára, ahol fölletolsz, tehát viszintesen van benne az osztás, és fölletolod az ablak szárnyakat. Ez azért nem szerencsés, meg nem elterjedt, mert a légtömörséget viszonylag nehéz megoldani egy ilyen tolószerkezetnél, illetve ha meg lehet oldani, akkor nem egy kisméretű ablaknál van ez így. Nem tartom szerencsésnek, és nagyon sok ablakgyártó nem is vállal be ilyen szerkezetet. Ez ázsi asszonyok kedvence szokott lenni egyébként, vagy kedvenc kérése. Én is leszettem őket beszélni róla, de ha elküldöm egy ablakoshoz, akkor ők konkrétan szakmailag bemutatóteremben meg tudják mutatni, hogy ez miért nem szerencsés, vagy miért nem jó. Nagyon sok esetben találkozom azzal, ugorjunk egyet az erkély ajtókra, hogy harmonika ajtót szeretnének, ami így harmonika-szerűen tolódik el. Szintén légtömörség probléma van, mert a harmonika ajtónál a zsanérokat és a többit nem igazán lehet légtömörre megcsinálni. Étteremnél, cukrászdánál, ilyen helyen, ahol összenyitják a hatalmas teraszt egy ilyennel, tök jó meg minden, de lakóépületben nem tud kellően légtömör lenni. Nagyon nem javaslom ezt a megoldást. És ha már erkélyajtó, van a bukótolóajtónk, meg van az emelőtolóajtónk. A bukótolóajtó az, ahol elfordítod a kilincset, megrántod magad felé az egész tolószárnyat, egy sinen elcsúsztatod oldalra. Ablakod az nem csak oldalirányba mozog, hanem saját magad felé is meg kell mozgatnod, és befelé csukva eltolod a sinen, és utána kifelé meg kell lökni
az ajtót ahhoz, hogy becsukódjon. Ez egyébként egy olcsóbb megoldás, mint az emelő túlajtó, viszont egyrésztről izomerő kell a mozgatásához, ami még felnőtteknél oké, de a gyerekeknél, főleg a kisebbek biztos, hogy nem fogják, szinte biztos, hogy nem fogják tudni használni az ilyen jellegű ajtókat, és emellett ez a folyamatos nyektetése a vasalatnak, ez is állandó utánállítgatást igényel pár évente, nem igazán szerencsés. Én értem, hogy egy ilyen erkély ajtó az mondjuk megvan 5-600 ezer forintból, míg egy emelő tolóajtó az 1 millió, 1 millió 200 ezer. Az emelő tolóajtónál azt a 40-50 centis kilincset elfordítod, gyakorlatilag két ujjal lefelé, és utána így 5 szintesen meglököd az ajtót, és az egész ajtó szárny az elcsúszik a síneken. Magyarul csak egyféle irányú mozgása van az ajtónak, nem kell löködni, nem kell egyebek, nagyon jól záródik, nincsen küszöb, egy nagyon dizájnos, nagyon divatos termék egyébként. Csak iszonyatos ára van. De ezt gyerekek is tudják használni, sokkal, de sokkal jobb műszakilag, mint a bukótolóajtó. De mondom, nagyon nagy ára van. És akkor van a hagyományos erkélyajtó, amit szakmailag középfelnyírónak hívunk. A népnyelvben inkább úgy van, hogy kétszárnyú ajtó, ahol az egyik szárnyat azt ki tudod nyitni, a másiknál meg van alul egy kallantyú, amit elfordítasz, és akkor úgy ki tud nyitni mind a kettő felét. Ez a árban a legolcsóbb, ez mondjuk ilyen 3-400 ezer, a bukótoló az 5-600 ezer, az emelőtoló meg 1 millió 200 ezer. Tehát rettenetes árkülönbségek vannak közöttük. Mindegyik erkélyajtónál, ami fontos, és amit nagyon-nagyon rendszeresen látok kivitelezőktől, főleg, de egyébként magánépítetőktől is, akik saját kútfő alapján próbálkoznak, hogy alulra nem raknak toktoldót. Ez azért problémás, mert ha az erkélyajtót veri az eső, ráfújja a szél, tök mindegy, de rámegy az eső, az a nagy, viszonylag nagy üvegfelületen szépen lecsorog, és ha nincsen alsó toktoldónk, amire rá lehet kenni a kent vízszigetelést, magyarul vízhatlanná lehet tenni a küszöb alatti vízbejutást, akkor bizony a küszöb alatt be fog folyni a víz, mert végig csorog az ablakon, végig csorog utána tokon, és befolyik alatta az egésznek. És ezt egy purhab nem oldja meg, mert találkoztam már ezzel, és kifújjuk purhabba, az jó lesz az. Nem. Kell egy alsó toktódó, amire ott a kent vízszigetelést hajlaterősítő szalaggal meg lehet csinálni, hogy teljesen vízhatlan legyen az alja. Értelemszerűen, ha bejut a küszöb alatt a víz, akkor az belül én mérni fogom egyrésztről a nedvességmérő műszerrel, másrésztről pedig ha ott például padlófűtés van, jellemzően nappaliban, akkor ott fel fog jönni a burkolat. A parkettát meg károsítja. Úgyhogy ez így nagyon nem jó. És rendszeresen, nagyon-nagyon sok háznál, eladó háznál látom ezt problémaként, illetve hát mérem ki problémaként, hogy ez bizony probléma. És ezt utólag csak úgy lehet orvosolni, hogy a külső oldalon a teraszt föl kell vágni, és ott pótolni a kent vízszigetelést, ha van alatta fogadó rész. Ha nincsen, akkor sajnos addig kell ott bányászbékázni, amíg egy purenit toktódott alulra utólag bele nem lehet rakni, és arra a vízszigetelést megoldani. Úgyhogy ez egy nagyon sarkalatos pontja az egésznek. Ugyanez igaz egyébként a bejárati ajtónál is, hogy oda is az alsó toktódó nagyon-nagyon fontos. És ha már bejárati ajtó, rendszeresen találkozom azzal műszaki tartalmakban, a műszaki tartalmak podcastben már elmondtam, hogy új házaknál kiírja a vállalkozó, hogy bejárati ajtó 130 ezer, 150 ezer forintig. Nincs olyan bejárati ajtó, ami ennyiért ne gagyi lenne. Egy normális bejárati ajtó 300 ezer forint fölött kezdődik, ami tartós. Oké, hogy rohadt sok pénz, meg egyebek, én is beépítettem annak idején a szart, mert arra volt pénzünk. 8 év után már a kis ujjamat szó szerint felül ki tudtam dugni a szabad levegőre. És gumitömítés, aztán meg minden szar, hogy legalább valamelyest a légtömörsége meglegyen, de onnantól kezdve, hogy elkezdtem állítgatni a vasalatokon, meg gumitömítéseket raktam fel, már nem tudtam őt pontosan bezárni, jöttek elő a problémák, kuka, megvettem a bejárati ajtót 370 ezerért, és happy boldogság van, mert ez egy tartós ajtó lesz. És itt is az van, hogy a bejárati ajtó cseréhez szét kellett csesznem a homlokzatot. Hogy ebbe gondoljatok bele, és ezt magyarázom mindig mindenkinek, megveheted mondjuk 3 millióért a gagyit, az egész épületre körbe az összes nyílászárót, de 4,5-5 millióért már megkapod a prémiumot is.
És igen, rohadt sok pénz. De amikor majd 10 év múlva szarok lesznek a nyilázáróid, és a 15. évben eleged lesz az egészből, és ki kéne cserélni, emiatt viszont szét kell cseszni az egész homlokzatot, akkor fogsz rájönni, hogy mekkora marha voltál. Visszaugorva a podcast kezdő részére, ami már nem tudom mi volt, itt akartam mondani. Egy-két hete belefutottam abba, hogy az egyik házamnál fölhívott a kivitelező, látva a falazási tervemet, hogy miért 81-re van jelölve nekik a nyílás. És amikor mondom, hogy azért 81 a parapetje a nyílásnak, mert 5 centi XPS 1 centi ragasztó alulra, meg a 3 centi párkány fogadó, és ez mind méreten felül. Ez azt jelenti, hogy az alaprajzol jelölt 90x150-es ablaknak ennyi lesz a tényleges mérete. A párkányfogadó az plusz méret, az XPS az plusz méret. És jött nekem azzal a dumával, hogy jaj, hát az úgy nem jó, mert neki az ablakosa, aki egyébként, hogy mondjam, nem igazán prémium termékekkel foglalkozik, neki az ablakosa nem szereti alul az XPS-t, mert hogy az benyomódik, amikor építik be. Összes normális ablakos rohadtul örül neki, ha van XPS körbe kávába, mert az azt jelenti, hogy hőhídmentes tud lenni a beépítés. És nekem nem mondja, hogy benyomódik az XPS meg egyebek. Igen, ha balfasz módon az ékeket, ilyen 2 centi széles ékeket használ, és arra teszi rá egyből az ablakot, igen, ott be fog nyomódni. De ez évek óta, sőt most már azt mondom, hogy bő másfél évtizede, ez a standardizált beépítési mód, mert ez a jó hőhídmentesítés szempontjából. Vannak ennél jobb megoldások természetesen, de családi ház szinten, költséghatékonyságban és egyebekben ez egy nagyon jó megoldás. Felszokott merülni kérdésként, főleg mostanában, a ralszalagos beépítésnek az igénye. Régebben ez azért nem, mert az a plusz 3-400 ezer forintos felár, amit a ralszalagozási leértek, az egy jelentős tétel volt a nyilázáró árához képest. Most arra sajnos annyira elszálltak az árak, hogy ez már nem azt mondom, hogy kis szálka az egészben, de nem olyan nagy torta szelet. A ralszalagnak azért van jelentősége, mert sokan azt hiszik, hogy purhabbal be van építve az egész, és úgy azonnantól kezdve tök jó meg légtömör. Ez nem igaz, mert egyrészt a purhabosságot, porhobozást is el lehet cseszni, nem mindig tud az folytonos lenni. Másrésztről, ha ott van hagyva esetleg a purhab egy ideig, azt az UV is eszi, rovarok is szeretik. Nem mondhatjuk feltétlenül a purhabos beépítést légtömörnek. A ralszalag most nagyon leegyszerűsítve olyan, mintha te egy duct tape-et ragasztanál fel úgy az ablakra, hogy elalakban, tehát részben rátakar a tokodra, részben meg az XPS-re, illetve az ablakkávára. Az XPS-t azt azért mondom, magára az XPS-re nem lehet ralszalagot rátenni, mert nem tud rajta megtapadni, úgy, hogy az légtömör legyen. Úgyhogy, ha valaki ralszalagot igényel, akkor azzal is számolnia kell, hogy a beépítés előtt az XPS-t azt hálózni, drive-it hálózni és ragasztózni kell, le kell glettelni magyarul, hogy legyen fogadó felülete a ralszalagosságnak. Én családi ház szinten azt szoktam mondani, hogy ha nem akarunk passzív ház irányba nagyon elmenni, akkor a kétoldali ralszalagosságot egy kicsit feleslegesnek érzem, legalább egy oldali ralszalagosságot viszont indokoltnak tartok én is. Viszont ennek van egy alternatívája, úgynevezett duzzadó szalagos beépítés, ahol azt csinálják, hogy nem purhabozzák ki az ablak és az XPS közötti ézagot, hanem ráraknak egy mondjuk gumihengernek, kihúzzák a nylon borításból, rátapasztják, utána beállítják az ablakot, és ez a nevezzük most nagyon tényleg nagyon leegyszerűsítve gumihengernek, párától megduzzad, és kitölti a teret. Tök jól helyettesíti egyrésztről a purhabot, másrésztről pedig ralszalagos beépítést. Annyit azért hozzátennék, hogy a ralszalagos beépítés az tud full légtömör lenni, mert egyszerűen ellenőrzött kívülről a folytonosságát. Ez a duzzadó szalagos beépítésnél, ha nem érnek össze megfelelően duzzadó szalagok a sarkoknál, akkor ez azért tud folytonossági hiányos lenni egy picit, de nagyon jó technológia. Pár napja voltam megnézni egy régi kádárkockát, ahol kicserélték műanyagokra a nyílászárókat egy pár évvel ezelőtt, de nem vették ki alól a betonpárkányt, nem raktak tuktoldókat, nem raktak XPS kávahőszigetelést, fölötte ott van a betonált hidaló, meg a régi redőnytok, tehát full hőhidasan építették be az egészet, és akkor mondja nekem a hölgy, hogy jaj, hát kicseréltük az ablakokat műanyagra, de kár volt, mert azóta penészedünk. Nem kezdtem el neki magyarázni, hogy nem azért penészedtek, mert műanyagra lett az ablak kicserélve, hanem azért,
mert a hőhidakat nem szüntettétek meg. Ott hagytatok alatta egy 10 centis betonpárkány, ami rettenetesen hőhidas, fölötte ott van a betonáthidalunk, meg a régi redőnytoknak a hőhidassága. Hát full szarul lett az egész megcsinálva. Ha így van, beépítve, akkor persze terjed a népi hiedelembe a pletyka, hogy jaj, hát a műanyag nyílázára is bepenészettünk. Fával is ugyanúgy bepenészettetek volna, drágaságom. Fú, még mindig van 40 perc a odaérkezésig, pedig már úton vagyok 3 órája, na mindegy. Akkor beszéljünk egy kicsit még az árnyékolásról. Manapság pláne, de korábban is egyébként az árnyékolás az elég jelentős szerepet tölt be a nyílászáróknál. Egyrésztről biztonságtechnikailag is, másrésztről meg hát a nyári átmelegedés ellen ez egy jó védekezés, harmadrésztről meg egyszer lakókomfort miatt is érdekes lehet az árnyékolás, ugyanis nem tükröződik a fény a tévén, van, aki csak éjszaka kuksötétbe szeret aludni, és nem akar felkelni az 5 órai nap felkeltekor. A hővédelem ellen, meg a normális fényzárás ellen, meg igazából biztonságtechnikailag is a redőnyt mondjuk annak, hogy az egy jó védekezés viszonylag reális áron. Azt tudni kell, hogy a kézi működtetésű redőny az lehet alu lamellás és műanyag lamellás, viszont a motoros redőny az csak alu lamellás lehet, ebből fakadóan sokkal, de sokkal drágább egy motoros redőnynek a beépítése. Azért nagyon fontos eldönteni már az elején, az ablak cserekor megrendelés előtt, hogy kézi működtetésű redőnyünk lesz, vagy motoros. Értelemszerűen a motorosnak oda kell állni valahonnan egy villanykiállással, viszont a kézi működtetésű redőnynél a belső oldalon a redőny automata, meg a gurtni bevezetésnek kell a hely. És el kell döntened, hogy melyik oldalon akarod ezt használni, mert arra az oldalra kell raknod egy 3 centis toktoldót az ablak széléhez, hogy ezeknek meglegyen a helye. És ezért mondtam jó pár perccel ezelőtt, hogy egy ablakcsere úgy néz ki, hogy akár csak kéziskiccel lerajzolod az épületedet vonalasan simán, beleírod a helyiségeket, szoba egy, szoba kettő, közlekedő, előszoba, stb. És beszámozod az ablakokat, és utána minden egyes ablaknál végigmész, hogy igen, itt lesz egy kétszárnyú ablakom, aminél jobb oldalon akarom redőnyautomatát, ott akarom a gurtni bevezetést, akkor viszont jobb oldalra kelleni fog egy 3 centis toktoldó az oldalára, és ezeket le kell írni egyenként. Egy normálisabb ablakos ezeket végig kérdezi tőled, de ő sem azért van ott, hogy egy egész napot elcsesszen nálad egy felmérésre, úgyhogy nem fog minden egyes ablaknál rákérdezgetni, ezt neked kell tulajdonosként előre összeszedett gondolatokkal elmondani. Neked nem feltétlenül kell tudnod, hogy a kéziműködtetésű redőnyhöz kell a 3 centis toktoldó, de azt tudnod kell, amikor oda kimegy egy ablakos felmérni a dolgokat, hogy igen, én szeretnék ide redőnyt, kéziműködtetésűt, és jobb oldalon akarom működtetni. Ezek már nagyon nagy segítségek, mert ez alapján a redőnyös tudni fogja, hogy mondjuk ott van egy 180 centi széles ablaknyílásunk, abban nem 180-as ablakot fog berakni, hanem csak 177-eset, mert jobb oldalon lesz egy 3 centis toktoldó. Elektromos redőnyre értelemszerűen erre nincs szükség, mert ott nincs gurtning, vagy távirányítózó, vagy redőny kapcsolódzol. Az, hogy látszó dobozos redőnyöd van, vagy vakoldobozos redőnytokod van, az megint annak a függvénye, hogy hogy van ottnak az áthidalók kialakítva, hogy lehet hőhídmentesíteni. Ez viszont már az ablakosoknál is okoz fennakadást, és el szokták bagatelizálni a dolgokat, úgyhogy ehhez vagy sokat kell utána olvasni, vagy meg kell kérdezni egy hozzáértőt, hogy mit javaslunk. De mondom, ez minden egyes ablaknál lehet más és más. Van egy olyan házam, ahol egy régi épületet bővítettünk, ott van régi ablaknyílásunk, meg vannak újak. Értelemszerűen az újnál már úgy falasztattam az egészet, meg úgy rakattam az áthidalókat, hogy minden további nélkül hőhídmentesen be tudjuk rakni a redénytokot. A régi ablakoknál viszont vagy az volt az egyik megoldás, hogy lecsökkentjük az ablak méretét, nem is keveset, mert jó 20 centit ahhoz, hogy elférjen a vakolható redénytok és tudjam hőhídmentesíteni magasságilag, vagy pedig kirakjuk a külső falsikra, de nem csak a külső falsikra, hanem kicsit kijebb, arra rákerül a redőny, mögé teszek egy nagyon speciális hőszigetelő anyagot, viszont akkor ezen a homlokzaton 21 cm hőszigetelés kell, hogy eltakarja a redőnytokot. Egyáltalán nem mindegy, és ezeket így végig kell sakkozni az egész épületen körbe-körbe, ki kell számolni, hogy melyik mivel jár
hogyan jár, és az a legnagyobb baj, hogy erre standardizált eljárások nem igazán vannak, mert hát én pláne tudom ennyi régi épületet látva, millióféle áthidaló megoldás létezik, van áthidaló, nincs áthidaló, beton áthidaló, acél áthidaló, el van tolvasíkba, nincs el tolvasíkba, tehát elképesztő variációs lehetőségek vannak, ezt végig kell venni, de annál bosszantóbb nincsen, amikor kicserélsz mondjuk 4 millióért, az egész házat korszerűsíted, 4 millióért kicseréled a nyílászárókat, és elkezd penészedni a, mondjuk az ablak fölött, mert a beton áthidalót azt nem hőhídmentesítettétek, mert a redőnytok például hozzáér. És nincs olyan, hogy hőszigetelt redőnytok. Gondolkozzatok! Az, hogy a tetején meg az oldalán, meg esetleg átulján van 1-1 cm hungarocell, de bejut a levegő a redőnydobozba, hiszen fölle közlekedik benne a redőny. Nincs olyan, hogy hőszigetelt redőnytok. Ez egy egetverő baromság. A másik árnyékolási mód, ami rendkívül népszerű lett az utóbbi években, az a zsalúzia. Az gyakorlatilag, most nagyon leegyszerűsítve, egy alu lamella, olyan, mint a régi reluxák, csak éppen kívül van, redőnytokba, illetve saját tokjába fölhúzható, ugyanúgy rejtve marad, mint a redőnyünk. Ami rendkívül nagy előnye, hogy az árnyékolás mikéntje az szabályozható, pont azáltal, hogy ezeket a lamellákat tudod forgatni, tudsz kevésbé árnyékolni, meg jobban árnyékolni, míg egy redőnynél értelemszerűen vagy az, hogy félig lehúzod, vagy teljesen lehúzod, és akkor ahogy a lamellák még nem zárnak össze, akkor ott átpöttyöződik, vagy pedig fullosan lezárod, zsalúziánál ott tudod szabályozni ténylegesen jobban. Amit tudni kell a zsalúziáról is mindig elmondok, és egyébként a zsalúzia gyártók ezt azért sokszor szeretik elhallgatni, vagy nem hangsúlyozzák kellőképpen, hogy nagy szélben hangja van a zsalúziának, pláne egyébként a gagyiknak, tehát ami egy kicsit keskenyebb, meg egyebek, zizeg és rezeg, rendkívül bosszantó tud lenni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogyha nagy szél van, és védeni akarod a zsalúziádat, akkor felszereled, és motoros mondjuk a zsalúziád, akkor felszereled egy szélérzékelővel, ami nagy szélben automatikusan felhúzza a zsalúziát, tehát onnantól kezdve a nagy szél mellett, ha besüt a napod, és te mondjuk nem vagy otthon, felhúzódnak a zsalúziák a saját védelmük érdekében, onnantól kezdve nincs árnyékolásod. Én nagyon sok ügyféltől hallottam vissza, hogy hát sajnos bizony már közepes szélben is van hangja a zsalúziának, emiatt nem is igazán szeretik, és bárcsak hallgattak volna rám. Főleg nagy, nagyon nagy teraszajtóknál, nagyon nagy üvegfelületeken, ahol nagy méretű a zsalúzia is, tehát jobban tud kilengeni, zizegni, és nem prémium a zsalúzia. Ott ez sajnos nagyon gyakran előfordul. És ami még fontos, hogy a zsalúzia sokkal, de sokkal drágább, mint a redőny. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a zsalúziának a tok magassága az nagyobb, redőnyi. Keskenyebb, mert általában 13-14 cm-be belefér, viszont 25-30 cm magas, sőt 33-as zsalúzia tokok is vannak, úgyhogy egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket választja az ember. Én azt szoktam mondani, aki nagyon ragaszkodik a zsalúziához, kérjen be rá árajálatot, meg kérjen be rá redőnyre is, aztán majd meglátja, de sokszoros a szorzó. Én meg azt szoktam javasolni, hogy mondja, hogy jaj, milyen kurva jól néz ki, főleg minimál stílusú házakon a zsalúzia. Igen, de próbáljunk meg beszélni olyannal, aki zsalúziás házban lakik, hogy van-e hangja tényleg, meg hasonlók. És hát vannak még a futottak még kategória, amikor belső oldalról rolóval árnyékolunk, vagy reluxával, vagy függönnyel, vagy egyebekkel. Én ezekkel nem foglalkozom, mert ez már nem befolyásolja a nyílászárónak a megrendelését, meg kialakítását. Ez már mind egyéni preferencia kérdése. Ami még fontos lehet, hogy a modern nyílászárók, azok rendelkeznek egy úgynevezett rés-szellőző funkcióval, hogy ami azt jelenti, hogy 45 fokban felfelé fordítva a kilincset, megszűnik a légtömörség a nyílászárónak, a vasalat egy kicsit fölold, és van egy pár milliméteres rés a gumírozás és a ablaktok között, magyarul tud mozogni a levegő. Nagyon hülyén fogalmazva, majdnem olyan, mintha bukóra lenne nyitva az ablak, de szúnyogok nem jönnek be. Tehát tényleg egy pár milliméteres résről beszélünk, a nevében is benne van, hogy rés szellőző. Nem kontrollált szellőztetést biztosít a helységben, de jó pofa dolog. Szinte mindegyik modern nyílászárokban már benne van. Érdemes egyébként rákérdezni, mert azért a gagyiknál előfordul, hogy ezt sem rakják bele. Ahogy ebből a podcastből is kiderült, meg a cikkemből is, amit belinkelek, a nyílászáró csere vagy megrendelés az egyáltalán nem
egy fekete-fehér dolog. Rendkívül sokat kell utána járni, utána olvasni, és oda-vissza leigazolni a dolgokat. Ugyanis onnantól kezdve, hogy te megkapod az ablakgyártótól a megrendelési papírt, és azt te visszaigazolod, onnantól kezdve a minden felelősség a tiéd, ami azon a papíron szerepel. Nekem volt olyan házam most, ahol előre természetesen, én egy Excel táblázatba szoktam így az ablakokat, AB1, AB2, stb. Stb. Mindegyiknek tulajdonsága, nyitási irány, tulajdonságok, egyéb extrák leírogatni. Elküldtük árajánlatkérésre. Az árajánlatkérésre visszaérkezett az Excel beárazva. Ott színben kértünk módosítást, más színű módosított nyilázáró ajánlatban már egy-két tételemet átírták, gondolom teljesen véletlenül, de mindegy. Le kellett ellenőriznem, hogy ennye-bennye, ez nem az. Oké, akkor küldtek egy harmadik javítottat, mondtuk, hogy jó, rendben, tulajdonosok bementek, megnézték személyesen is, tök jó minden, megbeszéltek mindent, oké. Kiküldték a számla előleget a nyilázárokra, és mellékelték mellé a nyilázári konszignációt, kiírást, ami megint más volt, és ezeket minden egyes alkalommal, minden egyes tételt végig kell nézni. Kiderült aztán utána egyébként, hogy ez így a nyári szabadságolások alatt volt, és több ügyintéző foglalkozott projekttel, azaz több kézen futott át, mindenki egy kicsit mást piszkált bele, máshogy másolt át, de ha ott aláírjuk azt a negyedik kiküldött anyagot és variációt, és azt szerint legyártják az ablakokat, akkor bizony a szarablakok lettek volna kihozva, és nem panaszkodhattunk volna. Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, hogy az, amit kérsz, ténylegesen az legyen leírva. Ugyanis ha mást gyártanak le, az megint más kérdés, mert akkor tudod mutatni a papírt, hogy itt van, én ezt rendeltem meg, ezt írtam alá, ezt fizettem ki. Elbasztátok nyitásirányt, ilyesmit. Előfordul, még egyébként normális ablakosoknál is előfordul. Sok kézen megy át az információ. De akkor tudsz mire hivatkozni, és szó nélkül le kell, hogy gyártsa a javított verziót. De ha elbaszod, akkor azt te fogod, akkor is legyártja, csak éppen a te pénztárcádra újra, és újra heteket kell várni az új nyilászáróra. Óvatosan a megrendelésekkel, és óvatosan a gagyival. Sziasztok!